Hálásak lehetünk a Jóistennek azért, hogy vannak gyermekek a gyülekezetben, és most az ő perceik következnek, hiszen nagyon fontos részei ők a gyülekezetnek. Úgyhogy énekeljünk egyet nekik, amíg ők előre jönnek majd ide. Sziasztok, gyerekek! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Képzeljétek el, hoztam nektek egy csomó koszos, büdös cipőt. Ugye? Mik vannak itt ezen az asztalon? Mit láttok itt? Mi ez? Ki tudja, mi ez? Halljam hangosan. Cipő? Nektek van cipőtök? Igen. Igen? Luca, neked van cipőd? Igen. Ádám, neked van cipőd? Ádám, van cipőd? Igen. Úgy látom, mindannyiótoknak van cipője. Nagyon örülünk neki, hogy nem mezít lábjöttetek, mert megfáztatok volna ebben a hidegben. Hát amint látjátok, egy cipő találkozóra érkeztünk. Ezek a cipők azért gyűjtek itt most össze, hogy jól kibeszéljék magukat. Megtagyalják, milyen nehéz az életük, mennyi minden hova el kell jussanak, milyen koszosak lesznek, és néha nem mernek bízni a gazdáikban. Az első cipő, aki szót kért, ez a csizma. Őt úgy hívják, hogy csizmadia. Hát ez a csizmadia nagyon-nagyon sokat panaszkodott. Elmondta a többieknek, hogy az ő gazdája belelép mindig mindennek a közepébe. Beletocsog a tócsába, belelép a legnagyobb sárba, a homokba, és mindig tiszta kosz. Nem is takarítottam meg, látjátok, milyen koszos? Hőha! De a legnagyobb félelme ennek a szegény csizmának, hogy egyszer nem csak a külseje lesz koszos, hanem a belseje is. Na, ehhez már hozzászóltak körömcipő is. Sarok Ella. Sarok Ellának pedig az a gondja, hogy túl magas a sarka, és túl hegyes. És nem mer kilépni az utcára, mert az utca tele van egy csomó lyukkal, repedéssel, és attól fél, hogy egyszer csak beleszorul a sarka, és kitöri a nyakát. Nem mer megbízni a gazdájában. Tornacipőnk is van. Úgy hívják, hogy Csuka Tóni. Ő mindig ideges, mindig stresszes, mert mindig nagyon siet. Állandóan futnak és trappolnak benne, és attól fél, hogy egyszer nem jó irányba fog menni. És mindig nagyon-nagyon liheg, mert mindig szaladnia kell és sietnie. Van nekünk egy szandink is, egy szandálunk. És azt mondja nekik, hogy hát miért élitek az életeteket ilyen aggódva? Hát nem ilyen bonyolult ez a dolog. Én is lábbeli vagyok. Engem is visel valaki, és nagyon sok helyen jártam már. Nekem nincs is orrom, nincs is száram. Nagyon kevés dologból állok. Látjátok, aki ezt felveszi, akkor félig kint van a lába. Én jártam már forró sivatagba, ahol kígyók cikáztak körülöttem. Megjártam olyan utcákon, ahol rabló emberek akartak rám taposni. De voltak nekem jó tapasztalataim. Megtapasztaltam azt, hogy minden rossznak mindig jó a vége, mert az én gazdám vigyáz rám, és a jó útra visz. A többiek megkérdezték tőle, ez tényleg ilyen egyszerű? Hát persze, mondta a szandál. Egy dolgokba kell fejlődnötök, egy házi feladatot kell kapnotok, a bizalom terén kell nőnünk, bízni kell abban, aki visel bennünket, hogy jó útra visz, és nem leszünk koszosak, nem fog kitörni a sarkunk, és nem kell mindig futkosnunk. Ezért mindenkinek adott egy-egy házi feladatot, képzeljétek el. A csizmának azt a házit adta, hogy ne aggodalmaskodjon, a belseje soha nem lesz koszos.
magas sarkú cipőnek azt a feladatotta, hogy bízzon meg a gazdájában, mert nem fogja lyukra vinni, és nem fog kitörni a nyaka. Míg a tornacipőnek azt tanácsolta, hogy ne fusson annyit, hanem menjen higgadtan, és hogyha kereszteződéshez ér, akkor bízzon abban, hogy a jó utat fogja választani. Hát nekünk is ez a dolgunk, képzeljétek el, hogy meg kell bízni a mi anyukánkba, apukánkba, és a jó Istenbe, hogy mindig a jó útra fog minket vezetni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Gondoljuk végig ezt a cipős történetet. 2000 évvel ezelőtt vagyunk, amikor nagyon kevés embernek volt lábbelie, akinek volt, annak saruja volt. Neked is csak egy ilyen sarud van. És nem tömegközlekedéssel, hanem gyalogosan érkezel arra a helyre. Viszont ez a hely különleges. Azért különleges, mert felháza is van, és csak a gazdag embereknek van felháza. És mivel a mester, a rabbi felházas helyre hívta össze az ünnepet, ezért arra gondolsz, hogy milyen szenzációs lesz ez a hely és ez a lehetőség, hiszen ha gazdag emberek közé kerültél, akkor jó lesz a kiszolgálás. Mert a gazdag embereknél vannak szolgák. A gazdag embereknek van elég pénze, hogy rabszolgákat tartson a háznál, és a rabszolga ember elvégzi azt, amit senki más nem tud, többek között azt, hogy a te poros lábadat is megmossa, mielőtt belépsz a házba, mielőtt odaülsz a vendég az ünnepi asztal mellé, és ahogy belépsz a társaiddal együtt, szétnézel és várod, hogy hol vannak ezek a rabszolgák, és nincs személyzet ebben a gazdag házban, nincs senki, aki odajönne, és megtenné azt, amit minden rendes házban megtesznek a vándorokkal. Ott áll 12 ember poros lábbal, és várja a rabszolgát. És ekkor valami rendkívüli dolog történik. Az, aki meghívott, az, akit ki kellene szolgálni, az, aki a díszvendég, oda térdel eléd, maga köré köti a törölközőt, egy kőmedencébe vizet tölt, és azt mondja, hogy én mosom ma meg a ti lábatokat. A Bibliában a szent cselekmények azért vannak, hogy kifejezzék azt, ami bennünk van. A lábmosás kifejezi azt, hogy alázattal vagyunk Isten iránt és egymás iránt. És a szent cselekmények, miközben elvégezzük, visszahatnak ránk, és elmélyítik azt, ami bennünk van. Ezt olvassuk el, mielőtt Jézus példáját követnénk. Kérem a gyülekezetet fennállva hallgassa meg a szereztetés ígét. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vett körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. De ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod-e meg az én lábamat? Felelt neki Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelte néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram,
akkor ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Mondanék Jézus, aki megfürödött. Nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt, ezért mondta, hogy nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leült, mondta nékik, értitek én, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az úr és a mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Boldog új év, kezdődjék egy olyan cselekménnyel, amire Jézus azt mondja, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek. Keressük meg azt a szemét, akivel ezt gyakorolni szeretnénk, és akiért imádkozni szeretnénk, és akinek a jelenlétében, cselekmény közben készek vagyunk azt mondani, hogy Uram, mosd meg az én szívemet is, tisztítsd meg az én elmémet is, és így tégy készé arra, hogy a szent jegyekhez járulhassak. Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet. Ha valakivel még nem találkoztam ebben az évben, akkor most kívánok boldog új évet. Szombat az évnek nem ez az első szombatja, de ez az első úrvacsorai alkalom, abból a négyből, amit egy évben tartunk, ezért mindenképpen ez különleges jelentőségű. Egy kérdéssel kezdeném. Ki az, aki az év vége, az évvégi körben nem csak adott, hanem kapott ajándékot? Köszönöm szépen. Most következik a nehezebb kérdés. Ki az, aki ugyanazt az ajándékot kapta, amit tavaly? Érthető a kérdés, ugyanazt az ajándékot kapta még egyszer, amit tavaly kapott. Mit szóltunk volna, ha ugyanazt az ajándékot kapjuk, mint tavaly, és tavaly ugyanazt kaptuk volna, mint tavaly előtt? Kicsit furcsán néznénk az ajándékozóra, nem? Nem értenénk, hogy miért nem lehet, ha ajándék, akkor az miért nem lehet új? Új vagy régi? Ez a gondolatkör a Bibliában is sokszor megjelenik, és foglalkoztatja az embereket, foglalkoztatja a közösségeket, foglalkoztat mindenkit, hogy melyik a jobb, az új vagy a régi. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb háztartásban ez teljesen rendben működik. Nálunk van némi nézeteltérés ezzel kapcsolatosan. Amikor arról van szó, hogy valamit ki kell dobni, mert már régi, akkor én azt mondom, hogy inkább vigyük le a pincébe, jó lesz az még valamire. Feleségem azt mondja, nem, ki kell dobni. Én azt mondom, nem, meg kell tartani. Mondja, ki kell dobni, mert régi. Én azt mondom, hogy meg kell tartani, mert régi. Ha valaki meglátogat bennünket, és lemegy a pincébe, akkor megtudja, hogy általában kinek a szándéka érvényesül. Ezzel együtt vannak olyan dolgok, amiben valószínű, hogy egyetértünk, hogy nem dobjuk ki. Nem dobjuk ki a gyerekeink első rajzait. Bár régi, de megőrizzük. Valószínű, nem dobná ki ő sem, a világ kincséért sem, azokat a kézzel írott leveleket, amit valamikor 25 évvel ezelőtt írt nekem, vagy én írtam neki. Jó kis paksaméta. Ez egyébként múzeális értéke van, mert ma nem írnak kézzel leveleket. Nem dobjuk ki azokat a képeket, amelyek régi eseményekről készültek, mert felidéznek emlékeket bennünk. És bár régi,
mégis fontos. Mégis megtartjuk. Azonban, ha azt kérdezitek tőlem, és azt mondjátok, hogy válasszak, hogy inkább mit szeretnék, egy egész napot a feleségem régi leveleivel eltölteni, vagy egy órát vele, szerintetek melyiket fogom választani? Vagy ha az a kérdés, hogy a gyerekeim régi rajzait nézegethetem egy egész napon keresztül, vagy pedig a gyerekeimmel lehetek valamilyen kalandban és élményben egy napon keresztül, melyiket fogom választani? A régit, vagy az újat? Az újat. Mert ez él. Ez a kapcsolatot jelenti. Sok gyülekezet szorong azon, hogy változtassunk a sorrenden, az események sorrendjén, a liturgia sorrendjén, vagy maradjon minden a régi. Lehet-e valami új a gyülekezet életében, vagy maradjon minden a régi? Valaki azt mondja, hogy az a jó, és az az élet, ha változik, valaki azt mondja, hogy az a szent, ha változhatatlan, és nem változik semmi. Isten igéből, Ézsaiás könyve 43. fejezetéből olvasom a 16., 18. és 19. verset. Ezt mondja az Úr. Aki utat készített a tengeren, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok, már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Isten nagyon nagy dolgokat tett, amikor kihozta az ő népét Egyiptomból. Nem csak a pusztában készített utat, hanem a tengeren is utat készített, hiszen a tenger ketté vált. És 40 évig a pusztában is élhetővé tette azt a környezetet. Annyira nagy volt ez az esemény, amikor kiszabadultak Egyiptomból, és éppen átkeltek a tengeren, hogy Isten arra indította Mózest, hogy egy éneket írjon. Tudom, hogy vannak itt zeneszerzők is, azért említem ezt meg, amikor egy friss élményen átmegyünk, akkor könnyű írni valamit, nem? Amikor bennünk van, a lelkünkben lüktet az esemény, annak a nagysága és szépsége, és Mózes megírja, ez a Bibliában a Mózes éneke. Könnyű volt megtanítani az embereket erre az énekre? Kérdezem a kórusvezetőket és gyülekezetünk sok-sok zenészét, mit gondoltok, hogy egy ilyen helyzetben könnyű volt összehívni egy énekpróbát, de azt mondani, na ezt énekeljük, vagy nehéz volt? Szerintem nagyon könnyű volt. Miért? Mert átélték. Mert benne éltek. Ennek az éneknek a szövege ott volt a bőrükön. Megnyalták a kezüket, és még ott volt a sós párának a lecsapódása. Benne voltak az eseményben, könnyű volt ezt megcsinálni. Megtanulták az éneket, mert ott volt a tapasztalat. Azután jött a második generáció, jött a harmadik generáció, jött a negyedik generáció. Megtanulták az éneket? Megtanulták. De a tapasztalat hiányzott. Az egyiptomi szabadulás egy gyönyörű, szép hagyománnyá vált az emberek életében, és énekelték az éneket, de nem volt ott a tapasztalat. Egyszer, amikor az Erős Várami Istenünk című éneket énekeltük, akkor megnéztem a negyedik verszakot, hogy emlékeim szerint az nem pont úgy van. Mi így énekeljük, hogy elveszthetek minden kincset, mindezt elvehetik, és az eredeti így hangzik, hogy elvetnek kincset, életet, hitvest és gyermeket. Luther idejében ezt megtanulták hamar és könnyen. Tömegek énekelték, mert a mindennapi tapasztalatuk volt, hogy akik követik a bibliai hitet, azoktól elvehetik a vagyont, a gyermeket, a hitvest, és egyedül maradnak. De a későbbi generációknak már énekelni is nehéz volt ezt, ezért minden kincset.
az hitvest, a gyermeket, kicsoda énekel ilyet. Hogy történhet meg ilyen? Egy idő után a régi dolgok szép hagyományként megmaradnak. Gyönyörű szép énekek lesznek belőle, még szebb liturgiák lesznek belőle, de kihal az élő mai tapasztalat belőle. Sok keresztény van, aki már csak a hagyományokból él. És az életük azt a benyomást kelti, hogy Isten nem az az Isten, aki egykor volt. Valamikor Isten képes volt a tengert ketté választani, képes volt 40 évig megőrizni az ő népét a pusztában, de ma ez az Isten fáradt, öreg és tehetetlen. Ma ez az Isten nem képes tenni velünk ilyen dolgokat. Ezért éljünk a múltból, éljünk a hagyományokból, és minél kevésbé történnek friss, mai élmények velünk az Istennel, annál fontosabbá válik a nagy, régi dolgok őrzése, mert az biztonságot ad. Ennek az illúziója, ennek a gyakorlás azt az illúziót adja, mintha ma történne valami, pedig nem történik semmi. Tragikus következménye van annak, ha a múlt hitbeli tapasztalatainak kell kiállni a jelen próbáit. Jézus ezt így mondta el a Máté evangélium a 9. fejezet 16. versében, senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldást kitépi a ruhából, és még csúnyább lesz a szakadás. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul. Amit felolvastunk, ezt mondja az Úr, aki utat készít a tengeren, ne a régi dolgokat emlegessétek, hanem a múltat. Ézsaiás egy jövendőlése, és azt mondja az akkori nép életében, ne féljetek, mert Isten megismétli, amit a múltban tett. Ahogy kihozott Egyiptomból benneteket, ugyanúgy fog kihozni most a babiloni fogságból. Ahogy akkor utat készített a tengeren, most utat fog készíteni a pusztán keresztül, meg fogtok érkezni a ti otthonaitokban. Isten ma is csodát fog tenni. És amikor ez beteljesül, amikor a jövendőlés beteljesül, akkor a Zsoltár író így írja le, 126. Zsoltárban, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. Olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Ez a hagyomány megváltozott. Most nem arról énekeltek, hogy hatalmas dolgot tett az atyáinkkal az Úr, hanem azt mondja, hogy most velünk hatalmas dolgot tett az Isten. Ezért itt az év kezdetén a próféta Ézsaiás nekünk is azt mondja, hogy ne éljünk a múltban. Szép volt visszatekinteni a múlt évre, szép volt felidézni a nagy dolgokat, de most azt mondja nekünk Isten, hogy ne éljünk a múltban, mert ő újat akar cselekedni. Egy úrvacsoránál nagyon furcsa ezt felolvasni, mert miről szól az úrvacsora? Megemlékezünk arról, amit Jézus Krisztus értünk tett 2000 évvel ezelőtt. Azt, hogy meghalt az emberért, azt, hogy joga van megbocsájtani a mi bűneinket és örök életet adott, a helyünkbe lépett, és ennek a nagy áldozatnak az emléke az úrvacsora. De vajon csak ennyit akar Isten, hogy tudjunk jobban emlékezni? Ezért adja a szent jegyeket, a kovásztalan kenyeret és az eredetlen bornak a jelét, hogy ez egy memória frissítő cselekedet legyen, mert egyébként nem tudnánk felidézni, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt. Amúgy hiába olvasnánk az igéből, nem segítene feleleveníteni a Gecsemáné vagy a Golgota egyi eseményeket? Nem hiszem, hogy ezért van. Az úrvacsora friss tapasztalat. Egy mostani találkozás az élő Jézus Krisztussal. Ha ez nem így lenne, akkor olyan a kereszténységünk, mint a karácsony a világ számára. Felelevenítik a kis Jézus megszületését úgy, hogy semmi közük a ma élő Jézus Krisztushoz.
feleleveníthetjük az úrvacsora által a régi eseményeket úgy, hogy semmi közünk ne legyen a ma élő Jézus Krisztushoz. Az úrvacsora friss tapasztalat, nekem ma van dolgom az élő Jézus Krisztussal. Nem ellenőriztem azt a kis darab kovásztalan kenyeret, amit nem sokára magunkhoz fogunk venni. De van egy olyan gyanúm, hogy ez a kenyér nem 2000 éves kenyér lesz. El tudom képzelni, hogy a tegnap készítette el valaki. És emiatt friss és omlós. Azt is el tudom képzelni, hogy ez a must, ami Jézus Krisztus vérét jelképezi, az nem 2000 éves, hanem lehet, hogy az elmúlt ősszel még valahol az Alföldön, vagy egy dombon a magyar nap sütötte, ezért friss. Régi eseményre emlékezünk, de egy friss tapasztalatot ígér Isten. Ma kell nekem találkozni az élő Istennel. Ma kell letenni a terheimet. Ma kell tapasztalatot és erőt szereznem vele. Nem ment meg bennünket az, hogy valamikor régen nagy dolgok történtek itt ezen a földön. Akkor nem voltam ott, de most itt vagyok. És az élő Isten is itt van. Az úrvacsora az ma történik. És egy friss tapasztalat. Ézsaiás ebben az igében azt mondja el, hogy a szabadulás élménye ismétlődik. Egyiptomból úgy hozta ki Isten a népet, hogy utat készített a tengeren. Azután Babilonból úgy hozta ki az ő népét később, hogy utat vágott a pusztában. Még hosszabb volt a szabadulás útja, de friss és igaz élmény volt annak a nemzedéknek. Az úrvacsora pedig a mai szabadulásnak a friss élményét kínálja számunkra. Ma van szükségünk és most szabadulásra. Mitől is kellene megszabadulnunk? Azt mondja Ézsaiás, ne emlegessétek a régi dolgokat. Ne a múltakon tűnődjetek. Az úrvacsora megszabadít a múltunktól, a saját múltunktól. A legkínzóbb dolog, ha valamit elkövetünk, ha valamit rosszat teszünk, vagy gondolunk, ennek a kísértő érzése, hogy követ bennünket, és nem lehet letenni. Az úrvacsora azt mondja, hogy ezt most leteheted, mert én elveszem. Ha én megbocsájtom, akkor kitöröltem, akkor te se emlékezz rá. Nem kell ugyanazért a dologért újra és újra bocsánatot kérnünk, amit Isten megbocsájtott, az eltörölte. Az úrvacsora ennek a friss élményét hozza. Azt mondja, hogy a te múltadat. Isten eltörli. Legyen az akármilyen. És amikor magadhoz veszed a kenyeret, magadhoz veszed a bort Jézus megtört testének és kiontott vérének a jelképét, akkor ezt a hitet is Isten meg akarja benned erősíteni, hogy eltörli a múltadat. Eltörli a szégyenet. Nem kell ebben élni. Mi az, amit még eltöröl Isten? Nem csak az én múltamat, hanem a tiedet is, a másiknak a múltját is eltörli. Emberi közösségekben és családokban a legnagyobb problémát az okozza, hogy még csak előfordulhat az, hogy az én saját múltamat nem emlegetem, de az már kevésbé, hogy a te múltadat nem emlegetem. Mert a te múltad itt él az én fejemben. És nem tudom kitörölni a fejemből. Nem tudom meg nem történtté tenni. Állandóan vissza és visszatér. Az úrvacsora meg kell adja azt a friss élményt, hogy Isten nem csak az én múltamat törölte el, hanem a tiedet is eltörölte, és ha Isten nem emlegeti az én múltamat, akkor én sem emlegetem a te múltadat. Gyerekkoromnak egy érdekes eseménye volt, amit többször is elmondok, ha ez a téma, mert belém ivódott ez a történet. Az édesapám is lelkészként szolgált, egy nagy gyülekezetben voltunk egy adott pillanatban, és körülbelül havonta egyszer, de az is lehet, hogy két hetente. Sőt, van ilyen élményem, hogy néha hetente
eljött egy bácsi a gyülekezetből hozzánk a lakásra. Ilyenkor egy nagy könyvet lobogtatott mindig a kezébe, mindig más-más könyvet, és azt mondta, hogy jött bizonyságot tenni. Körülbelül 2 perc telt el, és a nyaktól felfele ilyen piros, vörös és lila színeket játszott, és a megjelenése és a hangja olyan volt, mint egy ószövetségi prófétának, olyan sejtelmes hangon beszélt egy idő után, azután hörögni kezdett, és számomra rettenetes volt, és félelmetes, és elkezdett bizonyságot tenni először az egész gyülekezet bűneiről, nagyon jól tudtam, fejből. Időnként kinyitotta a nagykönyvet, és olvasott dolgokat, és alátámasztotta, hogy mennyire így van ez a közösségben. Azután áttért a lelkipásztor elleni bizonyságtételre, és elmondta az édesapámról is, hogy mi az, amit rosszul tesz a gyülekezetben. És azután is ez volt, tudtam, hogy most már nem sok hátra, rátért egy család bűneire a gyülekezetből. Ezt mondta kifulladásig. Még olvasott a nagykönyvből egy pár idézetet, azután feldúlva elment. És ez így ismétlődött hónapról hónapra. Az édesapám mindig nagyon szeliden végighallgatta, az úr áldásával elköszönt tőlem. Azóta se tudom, hogy honnan volt ennyi lelki ereje. És egyszer, bár kisgyerek voltam, megkérdeztem az édesapámat, hogy mi baja van ennek a bácsinak? Azzal a családdal? Édesapám mosolygott, és azt mondja, tudod, fiam, 20 évvel ezelőtt ez a bácsi kölcsönadott egy létrát annak a családnak, mert építkeztek. Az építkezése kicsit elhúzódott, pár évet tartott. Azután a bácsi elment, és nem tudott tovább várni, elhozta, el akarta hozni a létrát, amit kölcsönadott. De a létra nem volt sehol. És mindenki, a munkások, a család azt mondta, hogy de ezt már elvitte egyszer. Azt mondta, nem, ő itt nem jár. De igen, láttuk, hogy elvitte a létrát. De azt mondta, nem, ez hazugság, meglopták. Olyan konfliktus alakult ki, hogy 20 évvel később, amikor az édesapám odajött gyülekezetbe, akkor azt szerette volna, hogy igazságot tegyen, hogy 20 évvel ezelőtt mi történt a létrával. Az édesapám ezt nem tette meg, hiszen a létra bárhol is volt, már rég elrohadt és tönkrement, de a mi emberünkben úgy élt ez a múlt, olyan elevenen, hogy égett benne a gyűlölet. Szörnyű volt látni. Az ember szenvedett. Ez az ember beteg volt. Először a lelke, azután a teste. Testvéreim, ha nem tudjuk elengedni egymás bűneit, egymás múltját, megbetegszik a lelkünk, azután megbetegszik a testünk. Az úrvacsora azt a friss élményt kínálja, hogy Isten megszabadít a mi múltunktól, és megszabadít a te múltattól is. Ezért mondja Ézsaiás próféta, ne a múltakon tűnődjetek. Ha van régi sérelmet, meddig akarod megtartani? Mi lenne, az Úr is folyton emlegetné a te hibáidat és a te vétkeidet? Ő azt mondja, hogy nem emlékezem meg ezekről. Eltörlöm, vagy a tenger legmélyebb pontjára vetem ezeket. Tele van az ige ilyen igékkel. Miért nem tudod te is megtenni a másikkal? Ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszek. Isten újat akar cselekedni a te életedben is. Isten szeretne ebben az évben egy új tapasztalatot adni, új lelki élményeket. Újat akar cselekedni a családodban, újat akar cselekedni a párkapcsolatodban, újat akar cselekedni szülő és gyerek kapcsolatában. Valami újat akar cselekedni abban, ahogy a világhoz viszonyulsz, ahogy segítesz másokon, Isten új lelki tapasztalatokat akar adni, és az úrvacsora azzal, hogy a rég múlt időkre emlékszünk, egy élő Istennel hoz kapcsolatba, azzal az élő Istennel, aki ma tud új csodát tenni a te életedben. Új élményt és új tapasztalatot.
Tudjátok, mi a történetnek a vége? Amikor János, Ézsajásnak a későbbi kollégája látta az új földet, az új Jeruzsálemet, Isten országát lejönni a földre, akkor valami megütötte a fülét, hogy a megváltottak énekelnek. De nem ez volt az érdekes, hogy énekelnek, mert ahol Isten jelen van, ott énekelnek. Ahol Isten jelen van, ott háladás és dicsőítés van. Nem ez volt a különleges Jánosnak, hogy énekelnek, hanem az, hogy új éneket énekelnek. Én el tudom képzelni, sok atyánk fia ekkor nagy pánikba lesz. De hát uram, itt a földön is csak 5-600 éves énekeket mertünk énekelni. Nem ezek a jó énekek? Az Úr pedig azt fogja hallgatni, hogy a megváltottak új éneket énekelnek. Mert nem a múltban élnek, hanem a jelen tapasztalata kicsordul a lelkükből. Én azt kívánom, hogy miközben magunkhoz vesszük ezeket a jegyeket, hagyjuk, hogy az élő Isten egy új tapasztalatot, egy új cselekedetet hajtson végre a lelkünkben. Erősítse meg a családjainkat, erősítse meg a vele való kapcsolatot, és újítsa meg a mi lelki életünket napról napra. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy azzal együtt, hogy változhatatlan Isten vagy, hogy a te törvényed semmiben nem változik, az erkölcsi elvek nem változnak, mégis újat akarsz cselekedni a mi életünkben. Most, amikor a szent jegyekhez járulunk, akkor szeretnénk ezt megragadni, ezt az ígéretet, és azt kérjük, vagy ha azt kéri bárki itt ebben a közösségben, hogy az ő lelkében újítsd meg a te jelenlétet, meggyőződését, akkor ezt tedd meg. Adj új tapasztalatot, mind közösségnek, mind gyülekezetnek is, és egyenként is mindenkinek, aki ezt kéri tőled. Amen.
kenyér Jézus Krisztus megtört testének a jelképe, és mielőtt imádkoznánk, áldást kérnénk rá, megtörnénk és kiosztanánk, a szereztetés ígét olvassuk fel, erre kérném a teljes gyülekezetet fölállni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek, előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A gyülekezet állva marad, pedig a szolgálattevők az asztal előtt leporulunk, és úgy kérjük az áldást a kenyérre. Úr Jézus Krisztus, most, amikor megemlékezünk arról, ami történt, amit tettél, értünk, amikor itt jártál a földön, azt kérjük, hogy ezt a régi cselekményt tedd élővé, mostani és új tapasztalattá a mi lelkünkbe. Ezért kérjük, hogy áld meg a kovásztalan kenyeret, a te büntelen életednek, testednek a jelképét, és add, hogy amikor magunkhoz vesszük, akkor tudjuk hitben elfogadni, hogy ma élő Istenünk vagy, aki megbocsátod a bűnt, eltörlöd a múltunkat, és add meg nekünk, hogy ennek az öröme, ennek a szeretete olyan nagy legyen, olyan erős legyen, hogy mi is el tudjuk engedni másoknak, amivel tartoznak, amivel megbántottak, hogy mi se emlegessük másoknak a múltját, hanem örülni tudjunk annak a kapcsolatnak, ami most van közöttünk. Így áld meg és áldjál meg mindenkit, aki részesül ezekbe a jegyekbe, vagy aki éppen most eldönti, hogy majd legközelebb szeretne ebben részesülni, hogy ez egy új és élő tapasztalat legyen mindannyiunk életében. A te nevedért, Jézusért kértük ezt. Amen. Megkérem a gyülekezetből, hogy azok maradjanak állva, akik a lábmosás szertartásában részesültek, és akik szeretnének a kenyérből is részesülni. Imádkozó szívvel őrizze meg addig, amíg ismét felhangzik a szereztetés íge, azután együtt egyszerre fogyasztjuk el.
Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, hálákat adott, megtörte, adta a tanítványainak, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Kérem a teljes közösséget, hogy fennállva hallgassa meg az eredetlen bor, amely Jézus Krisztus kiontott vérének a jelképe, a szereztetési ígét hozzá. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mielőtt kiosztanánk, előtte mi áldást kérünk, a szolgálattevők, kérem a gyülekezet, ez alatt maradjon állva. Istenünk, hálateli szívvel jöttünk a te színed elé, és nagyon köszönjük azt, hogy te adtad Jézust, aki meghalt értünk a Golgotán, a vérét ontotta. Arra szeretnénk most kérni, hogy te áld meg ezt az eredetlen bort, ami számunkra ad, hogy ez egy friss tapasztalatot tudjon adni 2015-ben most különösképpen, ami számunkra. Mert tudjuk, hogy 2015, Istenünk, te veled sokkal erősebb, sokkal biztonságosabb lehet. Kérünk azt, hogy a mi bűneinket te bocsásd meg ezáltal, és attól, hogy mi is meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek, és nem legessük fel, a te akaratodat kövessük ebben is. Köszönjük, hogy ezt te megadod Jézus Krisztus vérért. Amen. Kérem, azok maradjanak most állva, akik szeretnének a pohárból is részesülni, akik a kenyérből is részesültek. Kérem, hogy őrizzük meg imádságos szívvel a poharat egészen addig, amíg a szereztetésége el nem hangzik, ekkor egyszerre fogyasztjuk el annak tartalmát. Thank you.
És vette a poharat, hálákat adott, és ezt mondta: igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiöntatik bűnöknek bocsánatára. Végezetül Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Helyet foglal a gyülekezet.